A második szakasz a tájékozódás szakasza. Ekkor az áldozatok megpróbálnak interneten például utána nézni annak, amit tapasztalnak, és ilyenkor szokott az megtörténni, hogy valahogyan így rátalálnak arra a szóra, hogy narcisztikus, vagy arra a szóra, hogy pszichopátia, és megdöbbenve olvassák vissza a tapasztalataikat mások szájából. Ez egy nagyon erős élmény tud lenni, a ráismerés arra, hogy nem vagyok ebben egyedül, hogy mások ugyanezt megélik, akkor bizonyára tényleg nem velem van a hiba. Ezért tartottam fontosnak az előző videóban felsorolni a narcisztikus személyiségzavar és a pszichopátiának a jellegzetességeit, mert ugye ez a tájékozódásnak is része, hogy tudják azt az áldozatok, hogy amivel találkoztak, az egy nagyon is létező jelenség, aminek van egy körülírt neve, amit mások is ismernek. A tájékozódás szakaszában találkoznak egy csomó fontos kulcsszóval, amikből néhányat most én is felvillantok itt. A teljesség igénye nélkül. Az egyik ilyen szó a gázlángozás. Ez azt jelenti, hogy a bántalmazó úgy alakítja a szituációkat, vagy a beszélgetéseket, hogy ezekkel elbizonytalanítja az áldozatát a saját helyzetértékelésében, a saját tapasztalataiban, a saját józan eszében. Maga a szó, hogy gázlángozás, ez egy nagyon régi filmből jön, aminek az volt a címe, hogy Gázláng. Itt egy nagy valószínűség szerint pszichopatának diagnosztizálható férj azért, hogy megszerezze a feleségének a anyagi javait, elkezdi őt pszichésen belemanipulálni abba, hogy bizonyára feledékeny, őrült, nem megbízható, és olyan eszközöket vet be, hogy például ad egy nagyon fontos brost, egy ilyen kis kitűző ékszert a feleségének, és a lelkére köti, hogy nagyon vigyázzon rá, hiszen tudja, hogy milyen feledékeny szokott lenni, nehogy elhagyja. És hát a feleség próbál is rá vigyázni, csak hogy a férj kilopja a táskájából ezt a brost, és hát utána számon kérje a feleségen, hogy hát hol van, már megint elveszítetted, te jó ég. És ilyen nagyon együttérző, hogy jaj, hát borzasztó, hogy ilyen feledékeny vagy, és hogy mit lehetne tenni veled. Ez mondjuk egy durva gázlángozás, de ennél sokkal finomabb kommunikációs esetek is előfordulnak, amikor úgy megkérdőjelezik a másik embernek a helyes ítélőképességét, és olyan módon tesznek föl ilyen kételkedő kérdéseket, hogy abban benne van, hogy a másik hát hülye, vagy a másik nem jól látja át a helyzetet. Lejárató kampány, egy másik ilyen szó. Ez általában akkor szokott előállni, amikor az áldozat mondjuk kezdi felmérni azt a helyzetet, amibe került, és kezd ellenállni a bántalmazónak, vagy netán ott hagyja őt. Ilyenkor a bántalmazó így másoknak, közös ismerősöknek, barátoknak, családtagoknak mindenféle kritikát fogalmaz meg az áldozatról, és hát elhiteti másokkal, hogy az áldozat volt a hibás, és hát ebben a társas közegben igen nehéz az áldozatnak erősnek maradni. Repülőmajmok, ők azok az emberek, harmadik felek, akiket a bántalmazó félrevezet, és elhiteti velük, hogy az áldozat a hibás, vagy hogy ő neki kellene változni. És akkor ezek a repülőmajmok ezeket a mondatokat így
elhiszik, benyelik, és mondjuk, hogyha találkoznak az áldozattal, akkor úgy megemlítik, hogy hát azért nem kellett volna ott hagynod a Józsit, hiszen milyen jó ember. Kétféle repülő majom létezik. Az egyik a jóhiszemű típus. Ő az, aki így egy felszínesen hallott valamit a bántalmazótól, és úgy elhiszi a dolgot, nem kérdőjelezi meg, nem néz mögé, nem kérdezi meg az áldozatot, tehát nem akarja megismerni a másik félnek a történetét. És hát olyan kellemetlen közeget teremt az áldozatnak, nehezíti a kilépést a bántalmazó kapcsolatból. A másik típusa viszont a teljesen tudatos repülőmajom, aki látja, hogy abúzus történik, valamilyen szinten egyetért vele, nem próbálja meg egyáltalán megakadályozni, közreműködik benne valamilyen okból. Ilyen lehet mondjuk egy anyós, akinek mondjuk a fia bántalmazó, és hát a fia védelmében, a fiának elnézve a hibáit, mondjuk a mennyének ő is neki megy, és ugyanúgy bántalmazóvá válik. Van még egyfajta repülőmajom spirituális közösségekben, olykor Istent is bevonják a képletbe, mint repülőmajmot, és olyanokat mondanak, hogy hát Isten erről azt gondolja, hogy tudom én, te vagy a hibás, vagy ez nem Istennek tetsző cselekedet, hogy te mondjuk a bántalmazó férjedtől el akarsz válni. Szóval, hogy így... Hát a jó Isten ki tudja, mit gondol erről, de hát ez ellen, az érvelés ellen nem nagyon lehet védekezni, hiszen ha valaki nagyon ennyire benfentes a jó Isten dolgaival, és ennyire tudja, hogy a jó Isten mire gondol, és mit tart jónak, és mit tart rossznak, erre csak annyit lehet válaszolni, hogy szerintem meg ez tartja jónak, vagy ez tartja rossznak a jó Isten, és akkor hát ez egy vita lehet, csak ez nem vezet sehova. Narcisztikus düh, vagy narcisztikus harag, ez egy felnőtt hisztie tulajdonképpen, amikor arra reagál, ha mondjuk valamiben kritizálják őt, vagy szembesítik valamilyen hibájával. Ez lehet egészen ijesztő, akár tetlegességig is fajuló dühöngés, de lehet, hogy csak egy ilyen kőkemény besértődés, amikor napokig vagy hetekig nem szól a másikhoz az illető. Részleges megerősítés, ez egy nagyon trükkös dolog, ugyanis a bántalmazók azok azért tudnak bántalmazók lenni, mert hogy nem bántalmaznak mindig, hanem úgy megtűzdelik ezt a bántalmazást pozitív megmozdulásokkal is, vagy pozitív odafordulással is. Ezért maradnak benne az áldozatok olyan sokáig, hiszen éltetik bennük a reményt ezek a pozitív szakaszok, a virágcsokrok, a szeretett nyilvánítások, a szerelem bevallása. Ezért cserébe elviselik a bántalmazást is. A részleges megerősítéssel az a baj, hogy nagyon-nagyon hosszúvá tudja tenni a kilépést. Nagyon sokáig elnyújtja azt a szakaszt, amíg az áldozat el nem kezdi látni, hogy hát mit is csinálnak vele. Az idealizáció, a leértékelés és az eldobás, mint hármasság, ez a narcisztikus kapcsolatokra jellemző. Az első szakaszban a narcisztikus partner teljesen tökéletesnek, gyönyörűnek, fantasztikusnak éli meg a másikat, ennek minden jelét adja, azt élhetik meg, hogy ők egymásnak lelki társai, az áldozat úgy érzi, hogy soha őt senki ennyire meg nem értette, senki ennyire a tenyerén nem hordozta. Ezt a szakaszt egyébként
a szerelemmel való üldözésnek is lehetne mondani, vagy szerelemmel való bombázásnak is, mert hogy a narcisztikusok nagyon sok esetben azonnal mindent akarnak a másiktól, 2 héten belül házasságot, gyerekeket, szóval hogy nagyon hamar elköteleződnek, vagy egy nagyon korai elköteleződést várnak a másiktól. Szinte üldözik a szerelmükkel a másikat. Virágcsokrok, üzenetek, telefonhívások, állandó együttlét, egy percet sem lehet külön tölteni. És akkor az áldozat ebből sok esetben azt vonja le magának, hogy Úristen, ez az ember mennyire szerelmes belé. Szülő-gyerek kapcsolatban ez az idealizáció megjelenhet úgy, hogy a szülő mondjuk az egyik gyerekét idealizálja, ő lesz az aranygyermek, a másikat pedig devalválja, vagy leértékeli, ő lesz a bűnbak. És a kapcsolati dinamika ennek mentén folyik, hogy van egy bezzeg gyerek, és van egy másik gyerek, aki viszont semmit sem tud jól csinálni, vagy semmit sem csinálhat jól. Tehát az idealizáció fázisában teljesen felértékelik a másikat. Az áldozatok gyanútlanul élvezik ezt a szakaszt, ami addig tart, amíg valami apró hibát el nem követnek. És ez tényleg valami apróság. Mit tudom én, olyan papucsot vesz föl, amiben a lába nem túl szép, vagy nem tudom én, fölhívja a barátnőjét, hogy elújságoljon valamit, és akkor a bántalmazónak ez nem tetszik, valami megfogalmazás. Szóval egy apróság miatt elkezdődik a leértékelés. És onnantól fogva az áldozat megpróbál ugye visszamenni abban nagyon ideális, nagyon pozitív állapotban, és megpróbál mindent megtenni azért, megfelelni a bántalmazónak, úgy, hogy újra megéljék azt a gyönyörű, ideális, kettős együttlétet. Ez természetesen lehetetlen, mert innentől fogva úgy működik a kapcsolat, hogy az egyik megpróbál abszolút megfelelni, a másiknak meg semmi nem jó, és mindent kritizálni kezd. És akkor hát ez aztán hosszasan eltart, és ebbe bele lehet aztán egy idő után fáradni. Vagy pedig, ugye vagy azért, mert az áldozat elfárad, és már nincs annyi energiája, hogy azt beletegye a kapcsolatba, elhasználódik, testileg lebetegszik, esetleg gyerekek születnek a kapcsolatba, tehát az áldozat nem képes elegendő energiát, odafigyelést, gondoskodást, támogatást adni a bántalmazónak, és akkor a bántalmazó eldobja. Talál magának valaki mást, akiből újabb áldozatot csinálhat magának, és akit új energiaforrásként tud kezelni. Vagy pedig a megtartott kapcsolat mellett más kapcsolatokat is fenntart magának, azaz megcsalja a partnerét, és ez az ő világában teljesen rendben van, hiszen őt elhanyagolták.